Szerintem a felhők érzik, amikor előveszem a kamerát, mert egész délelőtt 7 ágra sütött a nap, sehol nem volt egy darab felhő, és most, hogy elővettem a kamerát és leültem videózni, tadám, megint beborult. Tudom, uncsi már ez a picsogás. Bocsi, inkább mondom, hogy milyen termékeket használtam el mostanában. Sziasztok, itt vagyok egy újabb videóval, és ma megmutatom nektek, hogy milyen termékeket használtam az elmúlt hetekben, ugyanis összegyűlt ismét egy szatyornyi üres flakon és tubus. Most van egyébként néhány olyan dolog is, ami nem fogyott el, viszont valószínűleg megromlott, így ki fogom dobni, de gondoltam, megmutatom ezeket is nektek. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. Szerintem kezdjük először a testápolással, mert megint van egy rakat tusfürdőm. Itt van például a Dove Purely Pampering Nutrium Moisture Sweet Cream with Peony krém tusfürdő. Kicsit ilyen púderes illata van egyébként. Nagyon jó. Nagyon-nagyon sűrű és nagyon gazdag a habja, nagyon hidratál, imádok ezekkel zuhanyozni, de biztos, hogy fogok még venni ilyen Dove krém tusfürdőket, mert imádom őket. A következő termék az előző Pixi Boxban volt benne, amiről írtam is nektek a blogon. Ez a Polystar Talasso krém tusfürdő vagy tusoló krém. Ez is egy viszonylag sűrű állagú krém tusfürdő. Ennek is eléggé krémes habja van, én azt vettem észre, hogy nem annyira, mint az előző Dove krém tusfürdőnek, ettől függetlenül ezt is nagyon szerettem, és ennek ilyen nagyon frissítő, nem tudom, engem valahogy mentára emlékeztet az illata, de nem találtam arra utaló jeleket, hogy ebben lenne bármi ilyesmi, de tényleg nagyon kellemes és frissítő illata van. Ezeket a Polystar termékeket egyébként a Müllerben találjátok meg, hogyha valakit érdekel. Még két tusfürdő, az egyik a Fa Coconut Water tusfürdő zselé. Ezt nagyon szerettem. Ez ilyen teljesen átlátszó tusfürdő zselé, de mégis nagyon gazdag, tápláló és hidratáló, egyáltalán nem szárította a bőrömet. Kókuszos illata van, de van mellette valami más is, mert nagyon frissítő kókusz, nem az az émelyítő édeskés. Az érdekes egyébként, hogy én nem szeretem a kókuszos sütiket, de a kókuszos testápoló dolgokért megveszek, úgyhogy ezt is nagyon szerettem. Már majdnem mondtam, hogy úgy látszik, hogy ebben az elfogyottas videóban minden terméket szeretek, de ez nem így van, mert hogy a következő az annyira volt a kedvencem. Ez a Palmolive Aroma Sensations Feel Glamorous tusoló radír, tusfürdő, amiben vannak ilyen radírozó szemcsék, és igazából semmit az égvilágon nem radíroznak. Én azt vettem észre, hogy általában az ilyen tusfürdők, amik radírozó tusfürdőnek vannak hirdetve, azok nem igazán hatékonyak a bőrradírozásban. Én külön az ilyen sűrűbb, gazdagabb testradírokat szoktam használni. Ezt nem is tudom, hogy miért vettem meg. Talán egy ajándékcsomagban volt benne, amit karácsonykor vettem. Egyáltalán nem volt hatékony, az illata nekem ráadásul kicsit ilyen nem, nagyon mű, gyümölcsös illat volt, úgyhogy ez egyáltalán nem volt a kedvencem. A következő termékkel is egy kicsit bajban vagyok, ez a Nivea a zuhanyzás közbeni testápoló, mégpedig a Q10-es bőrfeszesítő verzió. Én ezeket a Nivea a zuhanyzás közbeni tusfürdőket, helyett testápolókat nagyon szeretem egyébként, de ezt nem tudom hova tenni. Most látom úgy, hogy mentol is van benne. Masszázsgyöngyök vannak benne, és ettől olyan, mintha egy ilyen radírozó tusfürdő lenne, amit nem igazán értettem. Nem tudom, hogy ezek a kis masszázsgyöngyök hivatottak arra, hogy így felpesdítsék a vérkeringést, és ezáltal feszesítsenek, de nekem nem igazán lett tőle feszesebb a bőröm. Zuhanyzás közbeni testápolónak jó volt, csak ezeket a masszázsgyöngyöket nem értettem. Mentolt meg egyáltalán nem érzek rajta. Tökre ugyanolyan illata van, mint a többi zuhanyzás közbeni testápolónak a Niveától. Szóval ezt a fajtát valószínűleg nem fogom újra venni, mert nem értem, de a többi Nivea a zuhanyzás közbeni testápolót azt szeretem. Ismét néhány dezodor, tudom, ezek nagyon izgik, de igen, én is használok dezodorokat, mert izzadok. Most ezt a Dove Powder Soft 48 órás dezodort használtam el, aminek az izzadásgátló hatása jó volt, viszont az illata nekem egy kicsit erős volt. Nagyon púderes illata van, és valahogy ilyen édeskés, nekem kicsit talán még mézes is. Nem tudom, hogy ennek így van-e értelme, de valahogy engem így a mézre emlékeztet az illata, és nekem egy kicsit sok volt. Tehát én ennél azért visszafogottabb illatokat szeretek. A másik pedig a Nivea Protect and Care, szintén 48 órás dezodor, ez is hatékonyan védett, ennek is púderes illata volt, de máshogy púderes, mint az előző. Végül is szerettem egyébként ezt. Elhasználtam még egy Rexona Motion Sense Invisible Pure 48 órás dezodort. Nem lehet mindegyik dezodor 48 órás. Basszus, mióta ilyen meleg van, én naponta kétszer zuhanyozom. Ki az, aki 48 órán keresztül nem fürdik? Mármint jó, nyilván biztos van a szituáció, de
mindegy, hagyjuk. Én szeretem ezeket a stiftes dezodorokat is, ez egyébként tényleg nem hagy nyomot a ruhán, se a feketén, se a fehéren, se a színesen, úgyhogy egy is egy jó dezodor. És akkor még egy testápoló, aminek a kis tégeit Lili finoman szólva megkapargatta és rákcsálta. Ez a The Body Shop argánolajas testvaj. Ezt egyébként leginkább kézkrémként használtam, itt volt a nappaliban, és hogyha kellett, akkor bekentem vele a kezemet. Szerintem ez egy jó testvaj, az illata ilyen édeskés, kellemes, semmi extra, elhasználtam. Van itt két szappan is, az egyik az a Balea konyhai szappan, ez a citromos, bazsalikomos illatú. Ez nekem egyáltalán nem vált be, szerintem volt is már róla szó egy antikedvences videóban. Ez ugye ilyen szaksemlegesítő konyhai szappan, tehát mondjuk, hogyha vágod a hagymát és kezed mosol ezzel, akkor utána nem érzed a hagymaszagot a kezeden, na hát ez nálam nem így volt. Ráadásul szárította is a kezemet, úgyhogy így nagy nehezen elhasználtam, de biztos, hogy nem veszek belőle többet. Most a Palmolive-nak egy ilyen konyhai szappanját vettem meg, úgyhogy azt fogom majd elkezdeni használni, remélem, hogy ez jobb lesz, mint ez. A másik pedig szintén egy Balea termék, de ez egy habszappan, mégpedig a Garten Eden. Hogyha megnyomjátok, akkor hab jön ki belőle, és ez egy nagyon jó kis kézmosószappan. Én korábban a Palmolive-tól használtam egy ilyen habszappant, és azt egyáltalán nem szerettem, mert iszonyatosan szállította a kezemet. Ennél ezt nem érzem, az illata is finom, úgyhogy szerintem ebből fogok még venni. Térjünk akkor rá az arcápolásra. Itt van ez a Vichy Őtermál termálvizes spré, ami igazából nem fogyott el, hallgassátok csak. Még legalább az egyharmada megvan, de elromlott a szórófeje, hiába nyomkodtam, nem jött belőle, nézzétek csak. Esküszöm nektek, hogy nem jött belőle semmi már, és most elkezdte jönni. Lehet, hogy fel kellett volna ráznom, én nyomogattam össze-vissza, és egyszerűen nem jött belőle semmi. Jön belőle valami, de igazából így egy csíkban, úgyhogy hát ezt lehet, hogy majd így magamra a testemre elfújkodom, de hát elromlott neki ez a szórófeje, pedig ez egy nagyon jó kis termálvizes spray, nagyon finom permetet szór, nagyon frissítő, nyugtató, nagyon-nagyon szeretem, bár most kipróbáltam az üriás termálvizes permetet, és nagyon jó, úgyhogy szerintem abból fogok most venni. Hát ezt meg most így elfújkodom majd, ami még kijön belőle így a testemre. A következő az a The Body Shop aloés gyengéd arctisztító hab, amit én igazából nagyon szerettem, mert egy ilyen illat és alkoholmentes arctisztító hab. Nem irritálja a bőrömet, nem szárította, kíméletesen eltávolította a szennyeződéseket. Az egyetlen dolog, amit nem annyira szerettem benne, hogy kicsit ilyen gyógyszertári, vagy nem is tudom milyen illata volt. Írtam is róla a blogon, amiben összehasonlítottam a Mádara arctisztító habbal, majd belinkelem nektek a videó alá, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor elolvashatjátok. Nagyon szerettem egyébként, de azt hiszem most nem fogok venni belőle, mert vannak más arctisztítóim, de lehet, hogy később még majd visszatérek ehhez. Szintén arcápolás kategóriánál maradva, itt van ez a Yamuna Sensitive Arc Cream. Nem tudom, hogy mitől lett ilyen undorító a téje, tényleg, ne haragudjatok, de az igazság, hogy amiatt dobom ki, mert hogy van még benne, mert szerintem megromlott, mert nagyon furcsa szaga van. Egyébként nagyon szerettem, mert nagyon jól hidratál, nagyon könnyű, gyorsan felszívódik, tényleg nem okozott semmilyen irritációt, csak hát megromlott, úgyhogy nem fogom használni. És a következő, a nagy szerelmem, ami benne is volt az előző kedvences videómban, ez a L'Occitane peóniás bőrtökéletesítő arckrém. Úristen, de szeretem ezt a krémet. Annyira szép tőle a bőröm, mióta ezt használom. Én ezt esténként szoktam használni, mert hogy egy viszonylag gazdag krém, bár nagyon gyorsan felszívódik egyébként, szóval akár smink alapnak is tökéletes. Egyszerűen szebb lett a bőröm, mióta ezt használom. Puha, ragyogó, imádom. Most egyébként még egy ilyen pici tégelyt használok belőle, mert kaptam egy ilyen ajándékcsomagban, de szerintem kénytelen leszek megvenni a teljes kiszerelést, mert annyira jó ez a krém, hogy muszáj. És már csak néhány smink van hátra, pontosabban itt van még ez a L'Occitane ajakbalzsam, ez az Ultra Rich Shea Vajas ajakápoló. Ez egy picike méret, mert hogy a L'Occitane-os Pixi Boxban volt egy ilyen minta, és egyébként tökre megtévesztő, mert ugyanakkora, mint a rendes ajakápoló, de mikor kinyitottam, körülbelül egy ilyen ekkora kis minta volt benne. Na mindegy, ezt annyira szerettem, hogy megvettem belőle a teljes verziót, mert egy nagyon jól hidratáló, ápoló ajakbalzsam, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Aztán elhasználtam egyet a L'Oréal Brow Artist Plumper szemöldök zseléből.
ez a Medium per Dark árnyalat. Én ezt nagyon szeretem, mert viszonylag kicsi keféje van, de nagyon jól át lehet vele fésülni a szemöldököt, egy kicsit dúsít is, színt is ad, rögzíti a szemöldök szálakat, úgyhogy nekem igazából ez a kedvenc ilyen szemöldök zselém, ebből biztosan fogok még venni. Van még itt egy Maybelline szemceruza, amit igazából nem tudom, hogy lehet-e még vajon kapni, vagy hogy ez honnan is van. Ez egy ilyen sötétkék szemceruza, és amit látjátok, ez sem fogyott el, viszont egyik nap ki akartam hegyezni, és egyszerűen mindig letörölt, meg így morzsolódott, úgyhogy így sajnos nem fogom tudni használni, mert egyszerűen nem bírtam normálisan kihegyezni, úgyhogy ezt kidobom. Van még itt egy szempillaspirál is, ez a Catrice Glamour Doll Curl and Volume szempillaspirál, ami beszáradt, vagy így besűrűsödött. Hagyományos, kicsit hajlított keféje van, de annyira besűrűsödött a festék benne, hogy ezt én már nem fogom felkenni a szempilláimra. Egyébként egy nagyon jó szempillaspirál, de van most ebből egy új verzió, ugyanilyen a tubusal, csak ilyen világos lila, azt hiszem Glamendol. Azt is mutattam az előző kedvences videómban, úgyhogy ezt nézzétek meg, mert iszonyatosan jó az a spirál, most is az van egyébként a szememen, és imádom azt a szempillaspirált, tényleg. És az utolsó három termék is, hát sajnos lejárt a szabadossága. Az egyik az egy Catrice Rouge, az Ultimate Shine 210 Kiss Kiss Hibis Kiss, egyszerűen meg baromi régi árnyalat. A táskámban volt, és azt hiszem megolvadt, és így letörött, meg nem tudom, meg ennek is fura a szaga, úgyhogy ezt kidobom. De egyébként a Catrice rúzsokat én nagyon-nagyon szeretem, mert szép a színük, nagyon jó a textúrájuk, nagyon jók a Catrice rúzsok, tényleg csak ajánlani tudom őket. Szintén beszáradt sajnos ez az Uma Cosmetics ilyen korrektor paletta, amiből leginkább ezt a zöldet használtam az arcomon lévő piros részekre, és nekem abszolút bevált, semmi probléma nem volt vele, csak sajnos ez is megkeményedett, úgyhogy így már nem igazán tudom egyenletesen felkenni. És hát sajnos beszáradt a Maybelline Color Tattoo, ez a 65-ös Pink Gold árnyalat. Nagyon szeretem egyébként a Color Tattoo-kat, ez már viszonylag régóta meg volt, szóval nem az volt, hogy két hónap alatt szárad be. Szerencsére van belőle utánpótlás, figyelni kell rá, hogy azért időről időre átnézzük a sminkjeinket, és ami már büdös, vagy nem olyan az állaga megváltozott, akkor azokat igenis ki kell dobni. És ennyi lett volna ez az elfogyottas videó, így izzadva, felhőátvonulással, meg a szokásos kis sirálmaimmal. Remélem, hogy azért tetszett nektek, hogyha valamit használtatok ti is ezek közül, akkor írjátok meg, hogy nektek bevált, ti szeretitek-e. És hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve kommentelni, valamit iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok! Kicsit izzadok tényleg, tehát így ömlik rólam a víz. Semmi gond. Ez a Colistar, Talasso, na jó, én ezt inkább nem olvasom föl, mert olaszul van. Tus zselé, úristen, nem bírok beszélni. Tehát, kezdjük még egyszer. Azt is nézzük, de sajnos elfogy... De sajnos elromnyod... Na és most... Vagy hát ilyen egyenlet... Szerintem ez a videó, ez katasztrófa lesz. Izzadok, mint az állat, folyik rólam a víz, járkálnak a felhők. Csodálom, hogy még nem kezdtek el fúrni, vagy szomszédok beszélgetni a folyosón. Habzó arctisztító. Vagyis nem, inkább... Írtam is ez az Ultra Rich, ez ilyen habszappan, tehát tudjátok, hogyha megnyíl, blablabla.